megnéztük azt, hogy honnan lesz legjobban látható az előrejelzett porszemcsék becsapódása a Földről, akkor észrevettük azt, hogy a horizont fölötti magasságot ábrázoló diagram 90 fok a zenitből, a fejünk fölöttből irányból, tehát a legtöbb potenciális meteort produkáló égi helyzet, az Kalifornia, Mexikó, Új-Mexikó, Nevada, Texas, az Egyesült Államoknak a délnyugati sarkában volt a legjobb a megfigyelhetőség. Ugye Európában már nappal volt a maximum idején, az előrejelzett maximum idején, lehetett volna még menni Közép-Amerikába, Chilében már pocsék volt. Tehát igazából a legjobb hely ez itt az Egyesült Államok délnyugati sarka volt, onnan volt lehetőség ezt megfigyelni. A döntés az megszületett tavaly év decemberben, hogy májusban megyünk Amerikába, meteorosok menni Amerika, próbáljuk elkapni a Tau Herculida kitörést. Most két hete volt itt Magyarországon a Nemzetközi Meteoros Szervezetnek a éves nemzetközi konferenciája, legalább 6 másik expedíció tartott beszámolót erről, de nem mi voltunk egyedül, akik erre fölkészültünk. Különböző figurák és figurinák különböző szintű expedíciókat raktak össze, a legexotikusabbak felszálltak repülőre, hogy tuti biztos derült legyen, és fölmentek 10.000 méter magasra, és akkor repülőgép ablakba tették a kameráikat, és akkor nézték a monitoron. Hát ez annyira pervers, hogy ilyet és semmiféleképpen nem vállalnék. Ugye nekünk egyértelmű volt a helyszín, az egy texasi obszervatórium, a McDonald obszervatórium volt, ahová vannak magyar vonatkozású kapcsolataink, és volt helyi erő, aki segített ide eljutni. Májusban volt maga az esemény, május 31-ére, és 10, nem tudom hány ezer kilométeres távolságba kellett elutazni. Hát maradunk ennél térkép. Ugye 8 óra időzóra különbség Magyarország és Texas között. Egyértelmű volt számunkra, hogy két napé nem utazunk 3-at. Pontosabban két nap ott lété nem utazunk 4-et. Tehát amikor decemberben azt mondtuk, hogy jó, ezt megpróbáljuk májusban elkapni, és akkor már tudtuk azt, hogy a kollégánk Vinkó József kint lesz az Austini Egyetemen, a Texas Egyetem Austini lerakatában és a McDonald Obszervatóriumban a Texas délnyugati sarkában rendszeresen járni fog majd észlelni, tehát ő képes lesz nekünk helyszíni terepi szervező munkát elvégezni. Már akkor megfogalmazódott az, hogy ennek egy sokkal bővebb expedícióvá kell fejlődni. Ugye sokan tudjátok, hadd tegezzek most itt hirtelen mindenkit, hogy ugye az elmúlt 5 évben nagyon sok erőfeszítést tettünk egy bemutató csillagvizsgáló, a Schwabe csillagvizsgáló létesítése érdekében. Tehát nekem fogalmazódott meg, vagy bennem fogalmazódott meg talán először a vágy, hogy amellett, hogy elmegyünk, megnézzük, hogy azon az éjszakán, május 31-én lesz-e meteorkitörés, tegyünk egy olyan körutat, ott az Egyesült Államok néhány államában, amelynek során csillagászati és űrkutatási bemutató központokat végiglátogatunk, hogy a best practice, a jó gyakorlatokat próbáljuk meg ellesni. Mert korábban ilyen random, tehát véletlenszerű módon időnként bementünk ide-oda ilyen látogató központokba, és láttuk, hogy itt így csinálják, ott úgy csinálják, itt pedig úgy szisztematikusan úgy voltunk vele, hogy térképezzük föl ott egy ilyen kicsit nagyobb térrészbe, 12 nap alatt, amit csak lehet, csillagászat, meteorok, üstökösök, és már mind kiderül, még bolygók kapcsán is. Ugye ez májusban volt, akkor még Covid helyzet volt a repülőgépeken. Ugye maga az ötlet gazda Sárneszi Krisztián az indulás előtt 2 nappal pozitív antigén tesztet produkált, miután várnia kellett 5 napot, hogy még egyszer esetleg próbát tehessen. Tehát mi hárman, Rózsegyi Márton, az egésznek a szervezője, Igaz Antal, ugye a magyar videós meteorozásnak az egyik nagyon jeles alakja, és hát én magam Kis László, megérkeztünk 16 órányi utazás után Austinba, Amsterdamon keresztül. Krisztián hátra kellett hagynunk, és akkor úgy éreztük, hogy jó, hát ha 4-en akartunk menni, a 3-an meg tudjuk csinálni ugyanazt, amit 4-en is megcsináltunk volna. Az egésznek a megfigyelési, hát legoszloposabb tagja egyértelműen Igaz Antal volt, aki 3 videometeoros kamera rendszert hozott magával, gyakorlatilag a kézifogyászában mondjuk így becsempészve az Egyesült Államokba. Hát megkérdezte tőlünk a határőr, hogy mit hoztunk, és akkor mondtuk, hogy hát meteorokat jöttünk észlelni. Hát jó, van, akkor menjenek. Tehát nagy gond nem volt. A lényeg az, hogy tehát a terv az volt, hogy videós, digitális észlelések, illetve
vizuális észlelésekkel párhuzamosan figyeljük meg május 30-án, tehát a május 31-én két éjszaka alatt, hogy mi történik. Illetve még a harmadik éjszakát is ott töltöttük, tehát 30/31, 30/1, 1/2, tehát három éjszakányit töltöttünk összesen a McDonald Observatóriumban. A központunk, ahol megérkeztünk először, ahonnan ugye maga a McDonald Observatórium, és ennek az egyetemnek a observatóriuma az Austin. Austinnek is van saját kapitóliuma, és hát ahol a csillagászok laknak, az a fizika, matematika és csillagászat épület, annak is a legfelső három szintje. A University of Texas in Austin, vagy at Austin, az a csillagászati spektroszkópiának a sok évtizedes világ epicentruma, egyik epicentruma. Tehát a változó csillagok, tehát cefeidák, RR-lérék spektroszkópiával már 60-as években is itt foglalkoztak világszínvonalon, és mindmáig az optikai spektroszkópiában, tehát csillagok, csillagrobbanások, galaxisok színkép elemzésében ez egy nagyon világvezető kutatóhely, ahová Vinkó József 2007 óta, tehát 15 éve minden évben visszatér. Néha két hétre, néha 6 hónapra, idén 6 hónapot volt ott, februártól augusztusig, és az volt a mondás, hogy akkor ő majd segít nekünk megszervezni helyszíni dolgokat a csillagászati terepi tudásán keresztül. Ugye az Austin az egy nagyjából másfél milliós város, tehát lélekszámát tekintve Budapesttől kicsit kisebb, területét tekintve klasszikus nyugati világbeli lapult, mi az, ami a tehénből kijön? Tehénlepény, tehát ilyen kilapult, lapos, van egy Central Business District, gyakran két utca a város, az összes többen egy lakó negyed. Minden esetre az egyetem az már kiderült a megérkezésünk másnapján, amikor még csak próbáltunk a májusi 35 fokban hozzá akkomodálódni a texasi légkörhöz, hogy a csillagászat az nagyon erős hatásokkal bír a városnak a légkörében, nem csak azért, mert van az egyetem, hanem bizony, itt elmentünk egy kávéházba kávézni, és itt a falon, nem ezt a képet kell nézni, kitérnek ez egy ócska festmény, valami kép, valami virágról, ezek a görbék a falon. Ránéztünk Vinkó József kollégámmal, és akkor felismertük, ezek cefeida radiális sebesség görbék. Tehát pulzáló változó csillagok, ugye idő függvényében megmérjük azt, hogy a spektrum vonalaik hogyan változnak előre-hátra, akkor ilyen görbéket rajzolunk. Ez teljesen egyértelmű. Szerintem senki nem tudja abban a egyetemi kampuszon levő kávézó látogatói közösségben, ezek cefeida radiális görbék, de ezek azok. Tehát ténylegesen csillagászati motivumok fölismerhetők mindenhol, ott a környéken. Az Egyesült Államok bazi nagy, úgyhogy természetes volt az a kezdettől fog, hogy az expedíció az egy bérelt autóval fog majd közlekedni. Ezért aztán végül is 12 nap alatt beletettünk összesen két bérelt autóban, szerintem nem tudom, 4500 kilométert, nagyjából 4000 kilométert. Ugye megérkezésünk elején még május 26-27-én érkeztünk meg, elsőként, amikor ránéztünk, hogy még a tervezés során decembertől márciusig az volt a aktív tervezésnek a korszaka, hát én nem ránéz Austinra, hogy hol van a térképen, ott van Dallas, ugye hát oda nem akarunk menni, de ott van hoppá, na hát Houston jobbra lent tőle. Három órányi autós utazás autópályán, két nagyváros között. A Houston we have a problem, mindenki tudja jól, hogy ugye Houston volt az Apollo programnak a központja.